Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Fifika, azaz Ficsó Zoltán, de komolyan. Fifko Krisztián, alias Mujó. Fura, mert eddig pont fordítva mondtad mindig, de Ficsó Zoltán, alias Fifika, de hát a múltkorinál is már ez volt. Nem ezt beszéltük meg. A géniuszom ilyen. A géniuszod ilyen. Annyi jó téma van a hétre, hogy... Majdnem lefostuk a bokánkat, de vége csak majdnem. Az uborka szezonnak. Az uborka szezonnak is, meg a jó időnek is, mert hiába van nyár. Én arcideg zsábát kapok, hogy 21 fok van augusztusban, de jön az ősz megállíthatatlanul. Én imádom, hogy egyfolytában esik, ezzel valószínűleg egyedül vagyok, de én nekem nem tettem. Ez a hangszerednek se tesz jót, pedig ez a nagy párás idő. Semmi baj nem lesz. És mielőtt belecsapnánk, beszéljünk a Soproni Vaper találkozóról. Engem nem érdekel a téma. Hát, hallottam érdekes dolgokat. Én nem tudtam elmenni, úgyhogy nagyon jó volt, nagyon jó volt, nagyon jól érezte mindenki magát. Ezúton is köszönjük Sárkány Fórum társunknak, Fire Dragonnak az odaadó szervezést és a lelkes munkát, amit ebbe belefektetett. Pénteken sajnos iszonyatosan rossz idő volt, én 5 órakor indultam Szeged magasságából, végig zuhogott az eső, este 10 órára bírtam oda találni, hát akkor már mindenki jól érezte magát. És nem voltak szomjasak, így gondoltam. És nem volt szomjas, de ettől eltekintve nagyon jó volt a hely, nagyon jó volt a hangulat, nagyon jó volt a társaság. Másnap óriási főzésbe fogtunk, rengeteget beszélgettünk, megismerhettünk. Én például soha nem találkoztam személyesen Nikóval, most 3 napig együtt voltunk. Jó volt mindenféle, nagyon sokat beszélgettünk. Én úgy hallottam pedig, hogy Nikóval se lehetett nagyon beszélgetni. Az ECG-i helyzetéről, meg a hozzá kapcsolódó dolgokról. De lehetett Nikóval beszélgetni. Érdekes figura egyébként. Ja, nem erre gondoltam, hogy érdekes vagy nem érdekes, hanem ő is többször volt nem szomjas, mint szomjas. De ott szinte mindenki rajtam kívül, mert én anti-alkoholista vagyok. Én úgy hallottam, hogy Gergő is karaokizott, és úgy karaokizott, hogy egyik kezében az áj volt, másikban meg a mikrofon, és többször fölcserélte, hogy melyikből kell szívni, és melyikbe kell énekelni. A szombati nap egyébként fergeteges volt, tehát ott este olyan karaoke show volt, hogy az valami fenomenális volt. Oszival István a királyból adtunk elő részleteket, Béla már a szinte hagyományosnak mondható műsorát végignyomta a Biki Csonájtól a Titanicig bezárólag, és szerintem mindenki nagyon jó érezte magát. Nagy tanulsága volt egyébként ennek az egésznek, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, és hát mint egy 100 FV aláírást adtak át. Dudusnak ugye azon a héten volt a születésnapja, és miután az EFI egyik kvázi magyarországi nagykövetének számít, már annyi mindent tett ebben az ügyben, ezért a születésnapi tortája mellé kapott még egy 100 aláírás tartalmazó ívet is. Úgyhogy meghatódtunk. Nagyon jó volt. Én akkor hatódtam meg, mikor azt hallottam, hogy Oszi Béla hasán dobolt. Nem tudom, ebből mi igaz, vagy mi nem. Volt ilyen is, de ezt sem megerősíteni, sem cáfolni. Én nem tudom, mert én akkor már szerintem aludtam a szobámban, engem ez a hegyi levegő mindig tacsra vág. Egyetlen egy negatívumot tudok mondani, és ezt jövőre remélem ki fogják javítani, nem volt főtt kávé. Tehát ez volt a legnagyobb hibája egyébként az egész soproni találkozónak.
Most, hogy mondod Meg az, hogy egyébként nem a... voltatok ott, tehát az is Hát tud. én költöztettem sajnos, Krisztiánnak meg egyéb dolga volt, úgyhogy gondoltunk rátok egyébként innen is. Én folyamatosan próbáltam nyomon követni az eseményeket a Facebookon, illetve ahol elcsíptem. Alig csordogáltak a képek, basszus. Úgy kellett könyörögni. Szerintem itt ilyen meg nem támadási kontraktust kötöttek egymással, hogy semmiféle kompromitáló, és tudod, minden a tábor keretein belül marad, ami ott történt, az nem hagyhatja el a kerítést, úgyhogy szerintem ez lesz itt a háttérben. Egy ilyen nagy Faraday búra volt ott, és vapertűzfal, és minden tartalmat megszűrtek, ami kifele ment. Egyébként igen, mert a térerő az a nulla fele tendált, tehát nagyon, ha akartunk volna, se tudtunk volna információt kiküldeni. Volt egy darab kubikus láda, amin ha fölálltál, akkor volt térerő, de egyébként nem. Hál' Istennek, mert hát így aztán telefonon sem nagyon tudtak minket elérni, úgyhogy béke volt és nyugalom ez a 3 nap. Na de hogy az F-it mondtad, én képzeljétek, pont a mai nap reggel várt a postaládámban egy levél, Csorba Gergely írta, hogy szeretnék aláírni az F-it, és érdeklődött, hogy hol lehet, kéne nekik linkez, amit én meg is küldtem, nem is ez a lényeg, hanem amit utána ír, mert azt mondja, hogy ő nem dohányzik, nem használ elektromos cigarettát, körülbelül 10 éve abba hagyta, és azt mondja, hogy ha akkor lett volna e-cigi, tuti, hogy rányomul a történetre, de hát így ez kimaradt, ő csak egyszerűen leszokott, nem szereti a cigit, támogatja az elektromos cigit így, hogy nem is próbálta, és nem is dohányzik, és természetesen hallgatja a podcastet, és tök jó. Nagyon szépen köszönjük Csorba Gergőnek. Innen is üdvözöljük. A linket egyébként akkor a biztonság kedvéért be fogom másolni ide is, de elküldtem neki direktben, hogy hol tudja letölteni, vagy hát nem is letölteni, hanem elektronikusan kitölteni a kérdőívet. És ezt azért mondtam, mert ennek apropóján fölnéztem a FV oldalára, és megnéztem, hogy már azért hogy áll a történet. Sajnos egyik ország sem zöld még. És már azért jól benne karistolunk augusztusban. Ami látszik, hogy azért vannak 50% felett országok. Odáig hallottalak én téged, hogy ennek apropójából fölnéztél az FV oldalra, és aztán slutyot kaszálom. Ó, hát az nagyon remek. Tehát fölnéztem az FV oldalra, és más sem láttam, csak azt, hogy vannak erősen belehúzós országok, Spanyolország, Franciaországot kihagyjuk, Spanyolország, Egyesült Királyság, Finnország, ezek viszonylag jól állnak, de mi ott vagyunk 15%-kal, 2500 aláírással. Nem látom azt a mennyiséget soha, amit a Facebookon is szoktam csekkolgatni egy ilyen bejelentés után, hogy mondjátok, hogy 100 aláíros kapott Dudus. Nem látom sose ezeket a számokat, mindig csak ilyen 20-30-at jobb esetben, nem tudom, lehet, hogy nem egyszer rögzíti be, tehát ennyit mondtam, miután megszakadtunk. Nem tudom, hogy ezzel mi lesz így, nem, van valami infód róla? És most már nem vagyunk megszakadva, vagy most már veszed, vagy? Veszem, persze. Ja, jól van, az nem volt egyértelmű. Hát nem én rögzítem ezeket az aláírásokat, úgyhogy nyilván mindenkinek a vérmérsékletén múlik, hogy mekkora csomagokba viszi föl. De hát valóban nem áll túl fényesen a történet. Mit szeretnél hallani? Mi van, ha nem jön össze? Hát kérlek, sok lamentálás folyik azon, hogy miért tart ott, ahol tart, meg hogy mit lehet csinálni, és ez két oldalról lehet megnézni. Az egyik, hogy az 1 millióhoz képest nagyon messze vagyunk, ez rossz. A másik, amiket Brüsszelből lehetett félfüllel hallani, ottani EU-s dolgozók nyilvánultak meg egyszer-kétszer ez ügyben, hogy teljesen meg vannak döbbenve azon, hogy egészet szerűen ennyi aláírás összejött. Úgyhogy van egy ilyen jó olvasata, és mondjuk ez az ügyet nem lendíti előre, de hogy alapvetően ez eléggé soknak számít.
Én szerintem egyrészt az emberek nem érzik még a bőrükön, tehát nagyon ilyen távolinak tűnik ez az egész. Súlytalannak. Igen, igen. Az EU-s törvény az nagyon távolinak és súlytalannak tűnik. Másrészt meg még mindig nagyon sokan vannak, akik nem mérték föl, hogy ez mivel fog járni, bár ez nagyjából ugyanazt jelenti ez a kettő. Nézted ezeket az észak-balti államokat? Hát ott teljes némacsönd és hullasz a vajókor. Tehát 50-60 aláírás. Kemény. Illetve a Balkán lefelé. Tehát az, minthogyha mi egy ilyen választó vonal lennénk Lengyelország, Magyarországtól nyugatra, és tőlünk keletre, illetve föl észak-keletre. Hát nagyon-nagyon-nagyon nehéz táptalajt találni arra fele, ami eléggé fura még a görögök például, mert hát ugye Görögországnak azért van rengeteg elcigi boltja online, és hát gyártók is, neves gyártók is vannak Görögországban, és hogy ott is ennyire nem sikerült táptalajra találni a történetnek, pedig próbálkozások voltak. Úgyhogy nem tudom, hogy ott lenne a Baltikumba, kelet-mediterrán fronton mi a helyzet, vagy hogy mire várnak, nem. Ezt egyébként nem tudom, hogy beszéltünk erről, de hogy képzeljük el, hogy van nektek valami olyan központ, tehát virtuálisan valami központ, ahol mondjuk minden ország képviseli magát? Vagy hogy van ez? Igen. És igen, ők igen, is képviselik magukat? Nem. Tehát ők nem abszolút igaz, nem? Tehát ember sincs onnan? Nem, abszolút nincs. Bulgáriában találtunk egy bolgár vapert, aki azt mondta, hogy intézni fogja a dolgokat, de hát nem nagyon volt történés, nem. Az a baj, hogy annyira távol van, és annyira csak egy ilyen szinte, mint a kulcsukon keresztül lehetne belesni, hogy mi történik ott, hogy fogalmunk nincs. Én annak idején leültem, és elkezdtem összegyűjtögetni abból a régióból is az online e-cigi boltokat, és akkor egy ilyen kis szívhez szóló levelet írtam mindenkinek, hogy ez a helyzet, ez vagyunk mi, és arra kérjük őket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vásárlóikkal, stb. És abszolút minimális és nullához közelítő visszajelzések voltak. Nem hangzik túl jól. De hát az látszik is, hogy ők 9,5% felé vannak. Azt hiszem Lettország az egyébként. Csak én hallok egyébként ilyen rosszul most. Nem, tényleg rosszul. Ilyen sistergős vagy, Krisz. Mi a fene, megmozgatom a kábeleimet. Jobb? Nem jobb? Nem. Pedig nem csináltam semmit. Most még rosszabb lett. Szakadt el vissza sárja, nem tudom, megfordítom. No, nem, jobb, nem jobb. Alig hallunk. A most? Ja, jó lenne, ha egy picit erősítené a mikrofonon. Egy fél pillanat, akkor erősítek egy picit. Halló. Jó. Jobb? Jobb. Jó van. Valami lejjebb csúszkált, és a mikrofon boostot mezze. Szóval Észtországból érkezett nagyon pozitív visszajelzés, ott egy ilyen fiatalokból álló csapat üzemeltet egy shopot, és ők visszajeleztek, hogy ők akkor ezt intéznék. Ők abból a régióból kiugróan 9,5%-kal vannak. Tőlük délre meg Lettország a 0,62-vel, ha jól emlékszem, de nem akarok hülyeséget mondani, akkor Lettország az, ahol nagyon súlyosan korlátozva volt a kezdetektől fogva az elektromos cigaretta forgalmazása, úgyhogy ez lehet, hogy arra vezethető vissza. De például Bulgária, Törökország és a többiek teljesen értetetlen. Úgyhogy, hogy mi lesz igazából, hát hogyha nem érjük el az 1 milliót, akkor már, ja és az eredeti kérdésed, hogy igen, van egy ilyen kis központi Facebook csoportunk, ahol ott vagyunk az ilyen kis regionális képviselők, és egyeztetjük
a dolgokat, hogy hol mi történik, és adjuk, vesszük az ötleteket, hogy miket lehetne még csinálni, és amikor valaki fölüti a fejét, hogy akkor ő jelentkezne és szeretné vinni az adott országot, akkor fölvesszük, és akkor onnantól kezdve is becsatlakozik a vérkeringésbe. De hogy ott lenn dél-keletről és keletről abszolút nem nagyon nyüzsgés. Úgyhogy aztán két dolgot tehetünk, már beszélgetünk róla, hogy ha sikertelenül zárul az FI, akkor azonnal regisztrálunk egy FI2-t, és már a dübörgő gépezet adta lehetőségeket meglovagolva nyomni tovább, ahogy van. Na jó, csak és akkor mindent a nulláról kell újra kezdeni. Mindent a nulláról kell újra kezdeni, de egy fokkal jobb abból a szempontból, hogy mi ugye majdnem egy hónap csúszással indultunk az aláírás gyűjtéssel az EB szerencsétlenkedése miatt, ami egy hónapot nem is akarnak nekünk jóváírni vagy hosszabbítani, az nagyon elzárkóztak ezelőtt, tehát ott már buktunk egy hónapot, meg hogy ez igazából teljesen a nulláról indult. Tehát ezt elkezdtem én, a Clairvoy elkezdett posztolgatni a kinti fórumokba, hogy fölkeltse az emberek érdeklődését, úgyhogy így nagyon lassan és nagyon laposan emelkedve indult el az egész történet, és az iránta való érdeklődés is, úgyhogy az igazából szerintem az első negyed év az erről szólt, mire egyáltalán megtalálta a kis táptalaját a történet, és el tudott kezdeni növekedni. Tehát, hogy ha folytatjuk egy FI2.0-val, akkor már nagyon sok tapasztalattal gazdagabban, és már egy bejáratott mechanizmus továbbvéve tudnánk csinálni. Na csak érted, mi a gondom ezzel, hogy akkor úgy kezdi nulláról újra az egész kezdeményezést az FI, hogy megint aláírásokat kell gyűjteni, igaz? Persze, vissza. Na és most gondolj bele, hogy megint elkezdesz körbe küldeni, én már kitöltöttem. Semmi. Igen, ez egy elég nagy probléma. Nem, hagyom az egészet a francba, majd lesz valahogy. Azt nem lehet elérni semmilyen szinten sem, hogy a meglévő aláírások megmaradjanak, és Tudod miért nem, mert akkor az olyan lenne, mintha meghosszabbítanád egy évvel. Igen, ez biztosan nem. Biztosan nem, mert amikor lezárul az aláírás gyűjtő időszak, akkor üt a kalapács, és mit mondtál, hogyha nem sikeres, akkor nem kapod meg az eredményeket, meg az embereket országonkénti bontásban. Mire gondolsz? Hát arról volt szó, hogy a végén megkapod te egy hitelesítő kulcssal. Nem, az ott van Krisztiánnál a hitelesítő. Nálam van a hitelesítő kulcs. A hitelesítő kulcs nálad van, és mikor kapod meg? Vannak az adatok. Hát hogyha összegyűlik a... Mert ezt akartam volna mondani, hogy akkor van egy feladatod, megkapod az adatokat, és klímpíroz be őket. Nem, ezt nagyon sokan bírálják az egész rendszert egyébként a nehézkessége miatt, mint hogyha direkt nehezíteni akarnák a polgár. Nem, biztos nem. És egy nagy rákfenéje az egész történetnek például ez, hogy egy e-mail címet nem lehet elkérni, tehát ilyen kommunikáció és kapcsolattartás az aláírókkal az így közel lehetetlen. Ha csak más úton, módon a közösségi hálózatokon lájkolásra nem bírod őket, meg ilyesmi, hogy utána elérd őket, nagyon-nagyon nehéz így tartani a kapcsolatot a népekkel. Úgyhogy ez az egyik, hogy akkor fejest ugrunk az FI2-be, a másik meg az, amit az előbbi fél szóval említettünk, hogyha a 2016-os év elhozza azt, hogy ugye hatályba lép mindenhol a dohánydirektívából szárba szökkent elcigi szabályozós förtelem, akkor lehet, hogy hirtelen mindenki észbe kap. Sosem késő igazándiból, tehát mivel itt EU-s jogszabálynak a megtámadásáról van szó, ezt igazából 3 év múlva is sikerre lehet vinni. Hát föladni nem szabad, meg abba hagyni nem szabad az ellenállást és a döntéshozók meg a törvényalkotóknak a noszogatását és az ismeretterjesztést, mert előbb-utóbb így vagy úgy, de célba érünk. Most lehet, hogy épp nem pont ezzel,
De abba hagyni és feladni semmiképpen nem szabad, mert akkor aztán azt csinálnak velünk, amit akarnak. Tehát hallatni kell a hangunkat, ez a lényeg. Igen. Nem hangzik jól. Na, de... Hát nincs egyszerű dolgunk, na, ez van. Hát az elején is tudtuk, hogy ez lesz. Én sokkal naivabb voltam, én azt gondoltam, hogy ez fáklyás menet lesz, és 3 hónap alatt letaroljuk az Európai Bizottságot millió aláírások tömkelegével. De hát a valóság nem más mutat. Ez a 3-as pont, amit beraktatok, ez miről szól egyébként? Ez arról szól, kérlek szépen, mondjam én? Igen. Jó. Hogy nem csak mi civilek küzdünk az e-cigivel kapcsolatos jogainkért és az e-cigaretta szabadságáért, hanem végre mások is elkezdték ezt másik oldalról ütni a rezet. A Totally Wicked Angliából konkrétan hivatalos jogi eljárás, jogi lépéseket kezdeményezett, hogy jogi úton támadja meg az EU-nál a Dohány direktívából leszármaztatott elektromos cigaretta szabályozást, és ők nem vagyok teljesen otthonos a jogi szakkifejezések angol formáiban, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit konyhanyelven fogom mondani a dolgokat. Minden esetre ők azt csinálták, hogy kezdeményeztek egy eljárást a brit egészségügyi miniszterrel szemben, és azt kérték, hogy az EU-s bíróság csináljon egy előzetes állásfoglalást ebben a kérdésben. Ez adott egy ilyen lehetőség, hogyha az ember ilyen EU szintű dolgba megy bele, akkor lehet a brüsszeli EU bíróságtól egy ilyen előzetes állásfoglalást kérni, ami aztán befolyásolja a nemzeti szinten történő bírói döntést. Úgyhogy ők konkrétan, a Totally Wicked megtámadta az EU-s elektromos cigaretta szabályozást olyan alapon, hogy hátrányos helyzetbe hozza a dohány cégekkel szemben az elektromos cigarettás cégeket, hátrányosan különbözteti meg a vaper bizniszeket, és alapvető EU-s jogokat sért az egész történet, mint áruk és szolgáltatások szabad mozgása az unión belül, stb. Tehát ők egy másik oldalról megközelítve kezdték el most támadni. Végre valahára valaki. Igen, és itt konkrétan a jól emlékszem, a 20-as pontra hivatkoztak. Igen, mert vagy a 20-as pont az, ami az e-cigiről szól. Fönn van egyébként az oldalukon a cég, mert ugye én egy másik forrásból találtam meg. De fönn van. A sokat emlegetett 18-as cikk, ami volt, azt ugye átszövegezés után a végleges szövegezésnél egy kicsit átpakolták a pontokat, és így lett az e-cigis blokk a 20-as, a 18-as helyett, vagy az most 20-as. Jó, illetve nem jó, de hát ez van. Annyira nem jó, mint a következő pont. Mert Csármi hogy... az átvezetések nagymestere ma? Mert hogy ezt pont Blacky küldte, hogy megint robbant az akku zárlatos lett. Blacky a robbanás figyelő. Igen, úgy veszem észre, hogy ő mostanában rá kattant a szubómra, illetve a tűzzel-vassal írtására, és küldte ezt az Instagram videót, ez egy rövid videó, de vannak előtte, utána képek egyébként az eseményről. Ez az I am Joshua Adam nevezetű felhasználó. Ez valami Vapefest, Vape Blast 2.0 volt talán a neve az eseménynek Amerikában, ahol ez a gőzfújó verseny volt, és van ám szép dokumentáció ott
robbant aksi belsejéről, a márványlapról, amire leesett és fölrobbant. Csúnyán nézett ki a dolog, csúnyán nézhetett ki pláne robbanás közben, mert nem kicsi mód volt, ahogy nézegettem, hogy mit szipákolt a jó ember, de ezért mondjuk sokszor, hogy aki nem tudja, mit csinál, az ne csinálja. És pont ma kaptam egy másik videót, azt beraktam valahol, igen, a 11-es pont Darwin díjashoz, ez volt a cím. Nézzétek meg, hogyha időtök engedi. Ez már nem kerítés drót, ez 24G-s húzal, 10 tekerés. Hát gyakorlatilag ez egy... Én azt mondanám erre, ez hogy... Ez egy kerékpár Bovden. Hát igen, tehát ez az otthon gyártott kerékpár Bovden, három hát, tekerés ilyen, duálban. Amikor már erővágóval kell vágni a húzalat, az már azért nem gyenge. És akkor ott mutogatja a gyerek, hogy valami 26-650-es cellával kergeti, de úgy, hogy még a modot is csak törölközőben tudja megfogni, úgy forrósodik. Nem fűznék hozzá kommentárt. A konkrét robbanást itt nem látjuk, csak azt, hogy kint van a teraszon a kuka, és benne füstöl a cella. És hát ez nálam Darwin, tehát hogy tudja, hogy mit csinál látszólag, megtekeri, megmutogatja, lomhának lomha, nagy gőznek nagy a gőze, de hogy tényleg, amit basszátok meg, kombinált fogós, tehát ilyen nagy, nagy csípőfogóval kell bassz meg, aminek az erőkarja már akkora, hogy látszott, hogy feszül rajta még úgy is a gyerek, hogy elcsípje. Hát öcsém, tehát... ezzel a vattával, amit beletöm, ezzel egy tehéncsordát föl lehet itatni, tehát ez brutális. 23 perces a videó egyébként, tehát nem adta föl a figura. Nem tudom, berakjuk-e vagy sem, mondjuk túl nagy baleset nem látszik rajta, de látjuk legalább, hogy milyen hülye emberek vannak a világon, hogy ilyet megtekernek. Mostanában raktam ki egy pár képet egyébként a Facebook csoport, tehát az elcigiteztek oldalára is, hogy hát az emberekben tudatosodik ez a It's safe bro 0,000 ohm, vigyázni kell ezekkel. Mert ez olyan, mint a medve. És milyen medve, édes? Hát milyen medve? A sör nem ital, a medve nem játék, az asszony nem ember. És a nulla ohmos tekerés sem tekerés. Ez a málnaszedő utolsó mondat a nyáron bundában. és a másik, amin én meglepődtem, vagy már nem is meglepődtem, először megijedtem. Mert hogy egy külföldi oldalon találtam egy bejegyzést, miszerint a DHL megszüntette a Kínából az elektromos cigaretta akkumulátorok. Hát most fejezzük magunkat így, hogy akkumulátorok, ezek az ego készségeknek a kintről, tehát Kínából exportálását akárhova máshova. Volt itt egy véper, aki egyébként föl is vette, az pont nem ebben a cikkben van, de fölvette a beszélgetést a DHL-lel, és mondta, hogy hát ez totál szívás, mondta az ügyintézés, hogy igen, az. És ennek folyamányaként én a hazai DHL-es kapcsolattartómmal fölvettem a történet fonalát, hogy na akkor most mi a helyzet ezzel kapcsolatban, és írtam neki. Azt mondja, hogy a lítiumos elemek, azért olvasom szó szerint, csak mert nem akarom, hogy valami fontos kimaradjon, a lítiumos elemek, akkumulátorok és ezzel szállított eszközök légi és közúti szállítását, a veszélyes áruk szállítását szabályozó nemzetközi előírások alapján végezhetjük. A DHL Expressnél jelenleg nincs tiltás ezek szállítására, ideértve az elektromos cigarettákat és ezek akkumulátorait. 2012. november 30-tól a következő feltételekkel szállítható az e-cigaretta. Lítium tartalmú akkumulátorra vonatkozóan és a tartalmazott folyadékokra, olajillatosít, tehát itt a likvidre gondolnak,
Egyaránt nem veszélyességi tanúsítvánnyal szükséges rendelkezni, tehát nem veszélyességi tanúsítványt kell kiállítani Jó, annak, aki... az semmi, az szerintem most is van Persze, azért mondom, egyébként. hogy 2012. Tehát november 30-tól. csak annyi a történet, hogy kell kérni egy ADR besorolást az Nem, adott nem, 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 ez teljesen folyadékra. más. Nem. Az Hát a ADR... veszélyes Nem. anyagok szállítása az az ADR Nem, nem, nem. hatáskörébe Még egyszer tartozik. mondom, hogy nem. A DHL saját maga meghatároz szabványokat. Nekem már annó, mikor szerződtünk, akkor is küldtek egy öles dokumentumot. Másról sem szól az egész, mint amit mondtam nektek egy-két adással ezelőtt, hogy én az Aksihoz kaptam egy 10-20 oldalas dokumentációt, ott volt drop tesztől kezdve minden szar, hogy mekkora teljesítményű, hogy ejtették le, hogy De akkor tárolják. most külön kell vizsgáztatni az adott terméket a DHL rendszerébe? Ez ezt jelenti? A DHL bekér hozzá okiratokat, amit egy független szakértővel elvégeztetsz, mondjuk az akkumulátorok esetében. Igen, és ők ezt kérik. A likvidre ott csak annyi van, ugye, amit mindenki tapasztalhat, hogyha ilyet ő valahonnan berendel, akkor nyilatkoztatják, hogy már pedig neked ebben a folyadékban van-e nikotin. Ennyiről szól csak a történet, illetve a szokásos, tehát hogy hibátlan, sérülésmentes doboz, elemenként 20 wattóra, akkumulátoronként 100 wattóra teljesítmény, nem meghaladó, vagy litium-ion, vagy litium-polimer. Készülékben is, illetve készülék mellé csomagolt módon is vállalják a szabályozást. Hát nektek nem mond semmit az, hogy Section 2 szerinti előkészítés, engedélyeztetett, tehát itt ezt mondom, engedélyeztetett partnerkód, tehát annak, hogy én most feladok valamit a DHL-nél, és nincs partnerkódom, az veszett fejszennyele. Nekem van partnerkódom, föl tudnám adni. Itt van, ha valakit érdekel egyébként, litium-ionra ügyféltájékoztató DHL Expressnek a saját dokumentációja. Itt, és ezek azért mondom, hogy ez nem, nem az ADR, mert ők saját szabványokat határoznak meg, ugye, amiket a csomagon fel kell tüntetni, ez a tipikusan ezek a robbanásveszélyes emblémák, és pont most ennél az oldalnál járok, 1,2 méter magasról becsomagolt dobozban maximum 8 cella lehet egy dobozban, be kell őket csomagolni, és ilyen tesztnek alá kell vetni, vagy ilyen tesztjegyzőkönyvvel kell hozzájuk menni a feladásra szánt csomaggal kapcsolatban, és meg kell jelölni ugye a általad ADR-nek mondott, és vannak rajta szabványos jelölések is, de ilyen kis piktogramok nincsenek az ADR-ben, amit itt a doboz oldalára fölragasztatnak egyébként. Hát ez a saját biztosításuk arra, hogy a repülőgépen alacsony nyomáson nem történik semmi a csomaggal. Mindegy, az a lényeg, hogy ők azt mondják, akinek ilyen partnerkódja van, és nem teherautó akkumulátort akar szállítani, hanem ilyen kis ego aksikat, vagy ezeket az általunk használt aksikat, ezeket vállalják a szállítását természetesen, olyan szállítótól kell, vagy olyan kereskedőtől kell vásárolni, akinél ilyen papírokra szert lehet tenni. Tehát, hogyha azt mondod neki, hogy ezt is föl kell hozzáadni, akkor be tudja nyújtani. Egyébként pont a Fastek az, ahonnan nem tudunk pont ezért akkumulátort rendelni, mert nem vállalják a papírok beszerzését, és mivel nálunk megkövetelik, ezért nem is szállítanak hozzánk. Tehát egészen a kosárig el tud az ember jutni az akkumulátor rendeléssel, és ott meg nem tudja kiválasztani, mert azt írja, hogy nincs olyan szállító, aki vállalná Magyarországra az akkumulátorok szállítását tőlük. Pont ezért. Úgyhogy minden ennyi volt ez a kis történet. Nem fog használni a piacnak, de ugye itt a cikkben, amit mellékelt, az is elhangzik, hogy hát ha a DHL rájön, hogy ez neki mekkora kiesés, akkor lehet, hogy ezen a
politikáján valamit változtatni fog, vagy könnyíteni. Hát, úgy gondolom, tehát annyira nem kell megijedni a történettől, mert van N plusz egy másik gyorsfutár, vagy hogy mondjam, szállítmányozó cég, csak kettőt-hármat felsorolni, TNT, UPS, úgyhogy meg lehet találni a kiskapukat, illetve azokat, akik szállítanak, de fel lehet arra is készülni, hogy esetleg a hazai polcokon, vagy drágább lesz az a termék, ha belefutnak egy ilyenbe az itthoni importőrök, vagy nem lesz esetleg. Kevesebb lesz, és mivel nehezebb behozni, körülményesebb behozni, ezért az ára is emelkedni fog. Hogyha valaki csodálkozna, hogy miért drágább, akkor lehet, hogy ezért. Úgyhogy ennyi volt a DHL-es mese 5 percben. De ez érdekes, hogy a külön kitértek az elfolyadékokra. Lehet, hogy csak azért egyébként, mert én annó, mikor szerződést kötöttünk, akkor megemlítettem nekik, hogy elektromos cigarettához akkumulátort és ilyesmiket szeretnék rendelni, és erre is kitértek külön akkor, mert nekik milyen szabványleveleik voltak, de... Mert ugye önmagában az e-cigaretta folyadék az nem gyullad meg. Az nem, viszont a probléma akkor van, ott, ott mindig a nikotinon, nem, ott a nikotinon problémáznak. Tehát mikor a DH nyilatkoztat, akkor a nikotinról nyilatkoztat téged. De azt csak ahogy hívják, már a behozatal Magyarországra. Az a cég, én is azt mondom, hogy az a cél, azt a célország. A célország, de mikor elindítják a csomag, tehát nem úgy néz ki a történet, hogy elindul Kínából, és mikor megérkezik az itteni depóba, akkor nyilatkoztatnak. A DHL rendszerében látszik, hogy neked célállomásként van egy csomagod, amiben van ez az amaz, és már feladás után nekem egy-két nappal szokott jönni a levél, egy-két nappal, ha bocsánat, akkor már itt van a csomag. Tehát amikor ott regisztrálják, akkor ugye minden papírt, okmányt beszkennelnek ott Kínában jelen esetben, aztán küldik a DHL magyarországi telephelyére, és ők veszik fel velem már az itteni DHL a kapcsolatot, hogy ezek a papírok vannak, tudok-e róluk, és ha tudok, akkor nyilatkozzak, és a többi, és a többi. Tehát ezzel nem kell azt megvárni egy ilyen vámkezelésre, irategyeztetésre, tudom, mert a cikk a szó szerint azt írja, hogy bármilyen e-liquid Kínából. Tehát nem a nikotintartalommal van a baj, hanem hogy gyúlékony anyag. Uh-huh. Na mindegy, reméljük a DHL előbb-utóbb észesztél. Illetve volt valami raktártűzük, és onnan indult ki talán ez az egész igen. dolog. Igen. És azóta pláne háklisak, tehát volt nekem is olyan csomagom, ami csak a csomagol, a nagy doboz, tehát a külső doboz volt megsérülve, és nem fölvágva, nem fölszakadva, csak benyomódva, és már visszatartották. És akkor, mikor érdeklődtem, hogy mi a túró van, mert már vártam mondjuk 4-5 napja, akkor mondta az illető, hogy rákérdez a DHL-nél, és visszaszólt egy fél nap múlva, hogy igen, sérült volt a doboz, és újra csomagolják és küldik. Úgyhogy valamilyen pedig, szinten azért meg lehet nem érteni. Pedig a legolcsóbb fuvarosztató cég. Igen, de hát meg lehet őket érteni. Tehát 8-10 kilométer magasan azért nem játék. Biztonság, igen. Na, ott tényleg nem játék a medve, tehát. Egy picit off leszek, hát már hogy ugranék egy pár pontot, mert volt a Facebookon pont ehhez kapcsolódóan kérdés, hogy a többit azt nem is olvasom föl. Kisgőz jó íz repülőre brutál gőz jó ízhez mi a legideálisabb tekerés? Hát ezt felejtsük el, a legideálisabb tekerés mindenkinek más és más, de na csak azt akartam megragadni, hogy kisgőz jó íz repülőre. Illetve hát itt, ahogy olvasom, Poncius írta, mert lepülőle. Tehát... Pilátus volt, aki... Igen, padlóla, de dulván. Én még mindig azt mondom, hogy
akkor sem rángatom az oroszlán bajszát, és repülőre én maximum vatelines patront szoktam vinni, és az sem azért, hogy a repülőn szívjam, hanem hogyha kijövök a repülőről, és a tranzitban vagyok. A repülőn nem szórakozok ilyennel, nem akarom idegesíteni az utastársakat sem, és ijeszgetni a légiutas kísérőket, van nekik elég gondjuk, még a WC-n sem szoktam ilyennel játszani. Én másnak sem ajánlom. Annyit bőven kibír, én is kibírtam, mit tudom is én, 9-10 órát transatlanti járaton, pedig akkor még dohányoztam. Ha ennyit ki lehet bírni, aludjon az ember, nézzen filmet, rágjon ropit, egyen mogyorót, igyon viszkit. És nem kerested meg a két repülő közti átjárót, és ott nem roppantottál egy 100 cigarettát. Igen, igen. Szóval... A peronon. Szerintem legyen már annyi önuralma mindenkinek, hogy azért elég veszélyes üzem a repülőgép. Ha azt nem akarjuk beismerni, hogy mobiltelefonnak semmi hatása nincs a repülős biztonságra, és nem kapcsoljuk ki, legalább az elektromos cigit ne használjuk, és most itt mehet a stealth vape, meg az anyám kínja, ne jöjjön gőz. Két-három slukkal úgyse nyugtatja meg az ember a tüdejét a nikotinnal, tehát most mi fél órán keresztül meg nem fogok izélni oxigénhiányos állapotba kerülni, mert úgy szívom, hogy ne jöjjön ki gőz. Nem éri meg. Most én az acskós szénmonoxidot tudnám el ilyen esetre ajánlani, vagy... Igen. Kólás dobozba visszazárt a kipufogó gáz, tehát ezek így teljesen jó tudják utánozni. Azért mondom, nézzen az ember filmet, nézegessen ki az ablakon, rákcsáljon, foglalja le magát. Likvides vatta. Egy jó könyvet. Na, vigyen egy jó könyvet, látjátok? Ilyenek. Hát. Ja, szopogasson likvides vattát, hülyeség. Na, tehát én azt mondom, hogy ne próbáljuk ezt a vonalat is erőltetni. Mindig ezen megy a téma, van egy-két fórum, hogy lehet-e repülőgépen. Induljunk ki abból, hogy ne lehessen már. Tehát ne. Nem gondolnám, hogy ez annyira megerőltető bárki elképp számára is. Egy kis helyre van, ott nagyon sok ember összezárva. Tehát hogy ott még stiltvépelve is szerintem annyira elképesztően nehéz úgy, hogy magadnak maradjon meg az élmény csak. Igen. Nem véletlenül kérik a légikísérők, hogy ne. Hát igen, azért az egy ilyen kis közösségi tér lesz. Mondjuk a WC-ben el tudnám képzelni mondjuk a 4.-5. óra után, mikor már 8-10 utas lerakott egy nagyobb csomagot, hogy ez hálás feladat, mert legalább valami illatosítást végzel ott, de nem vagyunk mi... Főleg egy bánással. Főleg, hát ne is említsük. Tehát nem vagyunk mi Liam Neeson, hogy leragasszuk duct tape-el a szellőzőt, és ott cigizzünk, vagy vépeljünk. Tartsuk azt meg a földön, vagy ha ott se lehet a reptéren, akkor majd szépen kint a repülőtér előtt. Szerintem kibírható. Hát. Vagy a toalett mellé kell foglalni helyet, és seggízű tekerést használni. Igen. Senkinek nem fog föltűnni. Ezúton is, mert ma van a seggízű Mátyás világnapja, direkt, ez most jókor jött össze, seggízű Matyinak boldog születésnapot kívánunk, 20 éves a szentem. Hát, még legalább 5-ször ennyit. Utána már úgyis büntetés, tehát 100 év fölött. Na és mi a hír ezzel a eligazítással kapcsolatban, amit olvastam a vaper.hu-n? Hát van egy nagyon lelkes rettente. Én nem tudom elégszer megköszönni Tricker fórum társunknak a fordító munkáját. Clive Bates-nek van egy összefoglaló cikke, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok. Egyrészt, mert nagyon jól elrendezi az e-cigarettával kapcsolatos helyzetet, és szinte azt mondhatnám, hogyha mondhatnék ilyet, hogy ez kötelező
olvasmány, úgyhogy elindult a vaper.hu-n a hírlevél szolgálat, és ez volt az első cikk, amit kiküldtünk annak a több száz feliratkozónak. Úgyhogy mindenkinek ajánlom az egész cikket végigolvasásra. Akkor én nem vagyok feliratkozva, mert én nem kaptam ezek, ezek szerint nem vagy feliratkozva, úgyhogy pótold akkor ezt. Hol lehet feliratkozni? Hiányosságot. Hát, tedd már belé szíves azt a linket jó, majd. Jó, be fogom tenni akkor ezt kitesszük a hírlevélre való feliratkozás linkjét. És hát gyakorlatilag ő végigmegy az e-cigaretta szabályozásán, illetve azon, amit szeretnének, és sorra megválaszolja azokat az előnyöket, azokat a jogszabályban rejlő baromságokat, amik most ugye a készülő szabályozásban vannak. Mindezt úgy, hogy ő ugye az angol helyzetből indul ki, tehát nálunk hangsúlyozottabban rosszabb a történet, de nagyon érdekes ezzel a szemmel végigolvasni, hogy mindez az angol helyzetből kiindulva íródott gyakorlatilag. Kitér itt a gyógyszerként, a dohánytermékként való szabályozás buktatóira, kitér arra, hogy minek kellene egyébként történnie e-cigi ügybe, mit szeretnének a vaperek szabályozásként látni, egyébként meg nyilván minden mást nem. Itt az alkoholhoz hasonlítja egyébként a reklámszabályozást, hogy az teljesen elegendő tiltás lenne, és hogy a közforgalmú helyek tulajdonosai szabadon dönthetnének arról, hogy az adott helyen lehet-e vépelni, vagy nem. Az aromák szabályozására kitér, illetve nagyon fontos ugye a folyamatos tudományos háttér föltárása az e-cigaretta hatásait illetően. Tehát szerintem egy jól összefoglalt, jól összerakott cikk, úgyhogy mindenkinek érdemes végigolvasnia. Nem tudom, Krisztián, te akarsz még valamit ehhez hozzátenni, mint a téma nagy szakértője? Nem, olvassa mindenki. Jó, olvassa mindenki. Igen, elkalandozott közben az agyam másik témára ebből kiindulva, úgyhogy nekem már azon jár a fejem. Hát akkor hozd meg velünk. Mert akkor nem kell Charlie-nak átkötnie valahova, igen, hanem csak a témán keresem pont, addig átvezetőnek fölütöm, hogy a BKV-tól jött bármiféle... Nem, semmi. Semmi. De na, nekem át van irányítva a levelezésem, de most csak a te kedvedért fölmegyek. Hát, ha az elmúlt egy órában kedvük támad bármire is válaszolni. De nem hiszem, hogy ez bármit változott volna. Én meg közben keresem a helyes megfogalmazást, amit... Ah, megvan, igen. Nem jött. Szóval nekem afelé kalandozott el az agyam, hogy az elmúlt héten vetődött föl a Facebookon, hogy akkor most tilos, nem tilos, lehet-e rendelni, lehet-e behozni, nikotinos, nem nikotinos, hogy van, és hogyan is lehet az, hogy tilos, de nem tilos, mi ez most akkor? És elkezdtem kapargatni egy kicsit a történetet, és pusztán eszmefuttatás, de hogy ez a paradoxon ma Magyarországon, hogy mi is ez, hogy lehet, de nem lehet nikotinost forgalmazni, és én arra bukkantam rá, hogy szerintem ez joggal való visszaélés.
Tehát a helyzet ugye az, hogyha egy kicsit történetileg végigtekintünk a dolgokon, hogy 2012-ben a Szóska Miklós volt egészségügyi államtitkár részéről ment egy fax a NAV-nak, hogy lesznek szívesek akkor mostantól kezdve a nikotintartalmú utántöltőket vegzálni, mert erre és erre és erre hivatkozva ez gyógyszertörvény. Emellé persze természetesen a GEMSZI azonnal beállt a sorba és asszisztált. És én szerintem itt ugye úgy definiálják ezt, hogy joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, az a jog társadalmi rendeltetésével össze nem férő célra irányul, különösen ha a nemzetgazdaság megkárosítására, a személyek zaklatására, a jogaik és törvényes érdekeik csorbítására, vagy illetéktelen előnyök szerzésére vezet. És én ezen gondolkoztam nagyon sokat, hogy szerintem ez, Szóska Miklóstól kiindulva ez a történet, ez szerintem baromira kimeríti a joggal való visszaélés fogalmát, lévén Szócska Miklósnak alatt semmiféle joga nem volt arra, hogy mindenféle törvényi háttér nélkül elrendelje a nikotinos utántöltőkkel kereskedők vegzálását. A GEMSZI-nek semmiféle joga és hatásköre nincsen arra, hogy jogszabályokat értelmezzen, hogy szerintük kiterjed-e rá, nem terjed-e ki rá. És ennek köszönhető, hogy most itt vagyunk ebben a szerencsétlen helyzetben, és hogyha ezt egy kicsit szétszedjük, ezt a szép hosszú mondatot, hogy társadalmi rendet, jogtársadalmi rendetésével össze nem férő célra irányul. Hát ugye a januári, ha jól emlékszem, január végi 3. kerületi bírósági határozat egyértelműen kimondta, hogy a NAV-nak a gyakorlata a nikotinos utántöltők üldözésével alaptörvény ellenes. Innentől kezdve szerintem, hogy a jogtársadalmi rendeltetésével ez nem fér össze, ez adja magát. Nemzetgazdaságot valamilyen szinten megkárosítja, mert ugyebár kizár egy csomó jó menő terméket a forgalmazás köréből. Az, hogy most személyek zaklatására, jogaik és törvényes érdekeik csorbításáról szó van-e, szerintem erről azokat kellene megkérdezni, akiket bíróságra hurcoltak, vagy kiment a NAV rendőrséggel karöltve lefoglalni a készleteiket. Szóval ez nagyon-nagyon durva, úgyhogy akinek kérdése ez, hogy hogy is lehet ez? Hát így lehet ez. Ez az én magán véleményem, mert jogász nem vagyok, de szerintem ez az egész történet masszívan kimeríti a joggal való visszaélés fogalmát. Ezen gondolkoztam itt menet közben. Csúnya dolog ez. Hát csúnya. Ehhez gyakorlatilag kéne egy jogász, aki állást foglalna, és akkor utána ilyen önfeljelentő módon perbe kéne vinni ezt az egész dolgot, és aztán meglátnánk, hogy mi lesz belőle. Hát vagy ha a forgalmazók karba öltve érdekérvényesítés okán beperelnék a magyar államot, vagy valami ilyesmi, de tényleg nyilván ehhez, ez már azért ennek a kibogozása túlmutat az én jogi ismereteimen. Ennek egy picit majd utána járunk azért, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben. Ismét át akartam kötni olyan szépen, de közben nem szóltál, Fifika. Nem akartam így előtetni a hangulatot. Kös egy bokrétát. Mert mondta, hogy ez milyen csúnya dolog, és erre mondtam volna, hogy ellenben milyen szép az a Magnet nevezetű e-cigaretta. Hát az egy csoda, gyerekek. Tehát a technikai specifikációknál leragadtam a 650 mAh-nál és 1400 slugnál. Illetve a 200 mAh-nál és a 700-nál. Ez nálam erősen a hihetetlen meseszagú kategória. Egyébként még jól is nézhetne ki, ha nem ilyen megmondom őszintén, hogy én ezt azért tettem be, mert mind a technikai megoldásait tekintve, mind a formáját nézve, azért ez valljuk be, elüt a hagyományos cigarettáról kialakult képtől. Először azt hittem, hogy rúzs, aztán, hogy vibrátor. Ez ilyen útkeresés. Igen, igen.
de nézhetnéd egyébként valami elektromos tamponnak, vagy bármi másnak, csak éppen e-ciginek nem. De minden esetre nagyon érdekes magában a fölépítése, illetve a kivitelezése. De van itt kisebb is, a mini, igen, az igen, 200 millió igen. per órán. Hát azért mondtam, hogy itt a 200-asra mondanak 700 slukkot. Az nem gyere be. Hogyha azt mondják rá, hogy mit tudom is én 250. Jó, de akkor 2 másodperc után letilt. Tehát... És ez is ilyen vákumkapcsolós szörny. Igen, igen. Igen. Ami nem, egyébként figyelj, önmagában a vákumkapcsolós e-cigarettákkal nem volt probléma. Tehát én szerettem. Tehát ott sem mindig a vákumkapcsolóval volt a probléma, igen, így mond. Hát igen, mert ott volt olyan vákumkapcsoló, ami a húzatra is kapcsolt, meg volt olyan vákumkapcsoló, amit hogyha a horpatra szívtad a homlokodat, akkor kapcsolt csak, tehát nyilván ott is megvoltak ezek a szélsőségek. De egyébként, ha emlékeztek rá, Blackinek az egyik kedvenc cucca az egy 650 mAh-s vákumkapcsolós Ego. A kék leddel. Igen. A vakítóval. Most ezzel kapcsolatban egyébként megint felütötte a fejét az eHealth, nem tudom, láttátok-e. Már ki is lett tiltva a topikból, de Balog Dávid, alias Blacky, betette ilyen címszóval, hogy magyar a magyarnak farkasa. Ausztriában lakik a csaj egyébként. Azt írja, hogy elektromos cigaretta, és most eHealth-ről beszélünk, egy darab cigaretta, lakástöltő, tehát egy kis lakást föltöltesz vele, autótöltő, 10 darab patron, ez kb. 5 doboz cigaretta mennyiség. Patront minden trafikban lehet kapni. Hát lehet, hogy Ausztriában, zárója bezárva. A teljes szett ára 15.900 forint, helyett 2.500 forint. 10 darab feletti rendelés esetén 2000 forint egész Európába kiküldjük. De csak kiküldjük. Ha 10 percen belül telefonálsz, szerintem. Ez óriási. Ez jó. Nekem is egy tévéshop feelingje van a dolog. Lakástöltő, autótöltő. Az lakástöltő. Nagyon. Lakástöltő, az kell nekem. Az autótöltő is kell. Figyelj, nem kell többet tankolni. Rádugod a szivar gyújtóra, és önindítóval bemész. Nekem ehhez egy kommentem volt, hogy... Talán az a hölgy, aki reklámozta, az egy eHealth patront megérne, de ennyi. Tehát 2500 forint is sok ezért a, mondjuk ki nyugodtan, szarért. Legnagyobb infooldal Nagy-Britanniában. Ezt ide rakta föl. Ott egy cloud chasernek biztos menő lenne egyébként a cucc. Jó, hát ez ugyanaz, mint amit megfogtunk a múltkor a magyar e-cigi spam, szintén hasonló minőségű kódszerályokkal, és körbe röhögtük őket. Valami idióta mindig úgy érzi, hogy most jött el az ideje, hogy meglavagolja a használhatatlan fillérekbe kerülő szar elektromos cigaretta hardware kereskedelmet, és ezzel egy életre elintézze, hogy soha többet ne kelljen a nyugdíj felől nyugdíj miatt, hogy fájjon a feje. Aztán persze nem, de nem riasztja el őket, hogy 6 évvel ezelőtt is használhatatlan hulladékokat megpróbálják rásúzni egyébként, az igen, ilyen kommentek, és úgy feltüntetni, mintha ez a világ legjobb választása. Ilyen kommentek jöttek, hogy ezzel kezdtem, igaz, azóta fejlesztettem. Lovat dobni hibátlan. Hát igen, de tudjuk, hogy az előző, az ezzel kezdtem, ezt írta Oszi, és erre jött a lovat dobni hibátlan. 4 éve hasonlót vettem 26 ezerért, ez ahhoz képest korrekt. Egyébként 2500-ért szerintem nem gáz, a fasztekes 15 dolláros klónok sem másak, 10-12 ezerért magyar shopokban adók ide vagy oda. Hát itt a hosszú rövidóval gondok lesznek. Tuti vinni a sok paraszt, szinte ingyen van, főleg az eredeti árához képest. Igen, van benne valami. Jó, ez mint a kamu leárazás. Fogd egy terméket 10 000-ért, vigyázz rá egy
bilétát, hogy csak most 15 ezer helyett 10 ezer, és már is mindenki örül neki, hogy mennyire ment az ára. Na, emlékeztek, persze lehet, hogy ti túl fiatalok vagytok hozzá, de valamikor a rendszerváltás után én csak úgy hívtam őket, hogy jöttek ilyen hurrá cégek Magyarországra. És akkor hirdették az újságban, hogy munkatársakat keresnek, stb. És voltak ilyen gyenge akaratú emberek, akiket be tudtak fogni a hámba. Onnantól, hogy nekem az egyik ismerősöm dolgozott ilyennél, és akkor ilyen szatyrokkal lepték el a várost. És minden szart árultak, és minden nap mást. És reggel úgy kezdődött a reggel, hogy kijött a menedzser, tehát ott állt 50 ember, szétosztották a, nem tudom én, az elektromos gumibugyit, elmondta, hogy ez a világ legjobb elektromos gumibugyia, ez csak ilyet, és csak izé, és akkor a végén őrjöngött az 50 ember, hogy igen, eladunk belőle 100-at, adjatok el 100-at, igen, 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 és menjetek, és hódítsátok meg a várost, és izé, és baszki, és képzeljétek el, hogy ez egy darabig működött is, tehát én akkor éppen barkácsboltot üzemeltettem, hát rengeteg ilyen ember jött le szatyorral, és ilyen óriási arccal, hogy és most ő megmutatja nekem a legjobbat, a legtutibbat a világon, és hogy ez csak 20 ezer forint, és milyen kurva jó fog járni, hogyha veszek ilyet. Tehát, igen. Szóval engem ez egy picit erre emlékeztet, hogy lehet, hogy valaki föllovalt ezt a jó asszonyt. Azt nézzétek meg, amit most dobtam be ide a Skype-ba. Ennek például van ötlete. Nézzétek azt meg, amit... is befejezem. Hallasz? Nem, nekem... ne fejezd be. Azt nézd meg. Azt nézd meg, amit küldtem. Ennek van értelme. Szóval, Fifika, nekem erről az ő jut eszembe, ezekről a szatyros arcokkal nem találkoztam, de ha emlékeztek, a TV újság ez a tartalom nem jelentíthető, meg igazad van, Charlie. Tehát ja, tényleg. Cloud Chasers, biztos nem vagy benne. 3D nyomtatóval, 3D nyomtatóval, 3D nyomtatóval, amerikai bombázós nyomtatóval. Tehát 3D nyomtatóval nyomtatott a V4-es. Charlie majd kivágja ezt a sávot magam. Nem vágjuk ki. Ja igen, lenémítom majd a mújót. Tehát a 3D nyomtatóval kinyomtatta az FS töltőjének a körvonalát, jobbra-balra 4-4 aksi, modok, lent a drippek, felirat Big Jim. Na, ennek tényleg van értelme, ahogy írja is a hozzászóló 3D printers are great. Mit kezdtél mondani, mújó? Nem figyeltem. Mi se téged? Ki nyomtál? Nem, majd a végén nyomlak ki. Hát te mekkora tróger vagy, szóval nem, amit Pitika vagy hallotok, vagy nem. Na. És erre kilépett. Nem léptem ki, nem tudom, mi történt. Na. Vagy hallotok, vagy nem, és itt akkor megszakadt. Lehet, hogy itt a... egy pillanatra, jajajajaj. Szóval eredeti amerikai bombázó zseki, de most már kezdem elveszíteni a lendületet. Lehet, hogy nem is fontos. Na, mi a következő téma? A rádió, televízió, újság hátsó belső borítóján voltak ott mindig ezek a remek termékek. Eredeti amerikai bombázó zseki, kommandós kés, stb. Arra emlékeztetek. Iránytűvel a nyelébe, mert az nagyon fontos, hogy Rambó el ne tévedjen, és ha kitekerted, akkor benne volt egy kavics, amivel ledobhatod a helikoptert. Nagyon jó. Szóval igen, vannak ezek a minőségi termékek. De hát ugye ezt már többször beszéltünk ezekről az agresszív eladási technikákról e-mailben és egyéb, és üljünk le, beszélgessünk, és toljuk az e-cigarettám szekerét című megtalálások. Imádom ezeket az embereket, tehát ez pont az a fajta kereskedelem, ami tényleg csak két hónapig akar hasznot húzni, aztán eltűnik a bal fenéken. De hogyha már a minőségi termékekről beszélünk, a legfrissebb hír, megjött a Provári 3.
Az micsoda? Az valamilyen Mi az e-health, apró vári? Mi az valamilyen apró vári? e-health kaliberű cucc lesz szerintem, Az mert valami lejárt lemez már, nem? Valami Hányos őskövű. pont? Nem találom sehol. Nincs, ez csak most jutott eszembe, mert Oszi a bevásárlóközpont közepén elkezdett velem Skype videóhívást, hogy let me introduce, és ott mutogatta nekem a dobozt, mondtam neki, hogy szeretném, ha elsorvadna, mert nekem podcasttel nem kell jönni, és nem hozzá megyek a boltba. Úgyhogy becsüljétek meg magatokat, mert itt vagyok, és nem Oszi felé robogtam. Csodálatos vagy. Úgyhogy holnap már jól megtapizom. Holnap már a Csárdi sokkal okosabb lesz, mert a Provariba van beépített intelligencia. Tehát... Nem tudom, lehet-e még fokozni azt, ami most az agyamban van, de hát lehet, hogy én adok át egy biztos vagyok benne, hogy lehet. Én adok át a készüléknek még egy kis intelligenciát, hogy még okosabb legyen. Biztos vagyok benne. Egyébként várom azt a pillanatot, amikor az első tanítható e-cigaretta piacra fog kerülni, és fölveszi a vépelési szokásaidat, és ahhoz mérten állítja be magát. Sőt, mint amit valaki úgy reklámozta a valamilyen vévés eszközét a Vaterán, vagy mit tudom is én hol, de ezt a fórum... Beépített nikotinmérő. Beépített nikotinmérő, és a nikotin erősségét tudod szabályozni a készülékkel. Mi van? Ezt így leírta valaki a Facebookon, olvastam, hogy ilyen hirdetés volt a Vaterán, vagy OLX, vagy mit, de komolyan ilyen hirdetés volt, hogy a nikotin erősségét a készülékről tudod szabályozni. Egyébként piszak érdekes, én valamelyik nap épp fölnéztem a Vaterára. Utántöltő folyadék címen miket árulnak, tehát e-cigaretta utántöltő folyadék címen miket árulnak. Rettentő jellemző, tehát érdemes beütni a Vaterán ezt, szóval úristen. Tehát aki ott vásárol, gyerekek, az azt gondolom, hogy meg is érdekli. Érdekli, meg is érdekli az. Érdemli, érdemli. Összeakad a nyelvet, fizika jó, vagy szívszél elég málnád? Lehet, hogy ezért... Sikerült túlgyógynövényezni. Föladtad már a... Likvidemet. A likvidemet? Igen, ezt akartam kérdezni. Föladt. Likvidet itt van a polc tetején, mert hogy én ma Sopronban voltam, és így nem jutottam el a postáig. Nem is kellett volna a postáig, mert akkor gondolt... Sopronba. Ezt akartam mondani, hogy egy minek jöttél haza, kettő, beugorhattál volna hazafelé, és odaadhattad volna személyesen. Hogyne, persze. Persze, te két szép szemedé, majd kerülök még egy 60-70 kilométert. Egyébként is én sofőrrel megyek, tehát nem én irányítom a fekete BMW-t. Ó, mekkora úr vagy, édes Istenem, igen. Mekkora úr vagy. Félve kérdem, hogy mi újság a levendulás csokoládéval. Világ legjobb cucca. Akár kiszívta eddig, mindenkinek tetszett. Nem merték a szemedbe mondani. Nem. Tehát ez olyan, mint egy festmény, tudod, hogy érzed, hogy kész van, meg jó, és akkor ennyi. Tehát az hibátlan. Volt Sopronba? Igen, vittem. Vittem. Kérdezd meg, várjál csak, kis a Tatár Tomi kapott belőle, aztán mondjad már, nézd már oda, a főtörzsőrmester, illetve alhadnagy, vagy... Vukmir. Kaphatott volna belőle, de leszólt a fokhagymás likvidemet, úgyhogy aztán... Mekkora malőr. Nem lett belőle kóstoló, de ő már előtte kapott, tehát neki már nem lett volna újdonság. Úgyhogy az egyébként borzadály volt, tehát fokhagymás likvidet senki ne csináljon, az csak egy ilyen jó pofa dolog volt. Egyébként nem, az, tudod mi az érdekes, hogy beleszagolsz, és így leszedi a fejedet a fokhagyma illat. És amikor betöltött kazánba, és elkezdett szívni, semmi fokhagyma érzésed nincsen. Kinyírja a hőmérséklet?
Hát Bélának a nem is tudom, négyes, 26-os cuccán szívtuk, tehát olyan gőzteregettünk Már érte. mire gondolsz a 26-50-es Stingray, azzal a Stingray, 20, Stingray, azzal a azzal a, 30-as Zenit klónnal? azzal a, így van, így van. Na, azzal szívtuk a fokhagymás likvidet. Hát érdekes volt. Tudod, ez nem annyira szar, mint amennyire Gondolnád. amennyire gondolnád, egy kicsit jobban, tehát ennyi. De a jótól messze áll. Hát igen, valószínűleg nem lesz ilyen likvid választék, hogy hát fokhagymás. úgy gondolod, akkor van a málna, van az összes többi, és van a fokhagymás. Van a Charlie féle málna, igen. Mert ez egy fogalom, mint tudjuk, azt már Olaszországban is ismerik. Jó, mondom. Hát a macska zabálók, hát igen. Azok már, ha meglátják a kazánomat is, a málnás flakonért nyúlnak. Csöndben megjegyzem, hogy én az utolsó fanyűvős buli óta a lerendulás csokoládéra várok. Ezt így csendbe jegyezted meg. Igen. Hát, de most tényleg mikorra várhatjuk, hogy föladod? A holnap. Holnap péntek van. Hát akkor igen, hát azt hétfőn fogod megkapni. Na, édes Istenem, veled is azt jó üzletelni. Hétfőn fogod megkapni. Egyrészt, mert ugye augusztus 20 az szerdán volt. Szerdán én azért nem mentem be külön a laborba, hogy a telikvidedet kicentrifugáljam. Hát nem, de úgy gondoltam, hogy mondjuk ma. De én ma Sopronban voltam, még hát egyszer. Még előtte bemehettél volna a laborba. Úgyhogy holnap centrifuga közelébe leszek, kicentrifugázom, és akkor utána feladom még. Hát már elsőbségében nincs értelme szerintem feladni. Hát a postás hülyének fog nézni, hogy nem málnásat hozol, de mindegy. És, ja, és ebben nincsen plusz ízesítés. Nagyon jó, ezt vártam. Abszolút. Mondjuk kérdés, hogy mennyire fogja szeretni. Nem a szeretésem van a lényeg, mert azt mondta, hogy egy dolgot nem szeret, az a kamilla, de én most tudományosan akarom megközelíteni. Ja, mert senki nem tudja, mújó se, hogy van egy ismerősöm, akit az orvos eltiltott a dohányzástól, mert volt már egy daganat a hangszálán, azt eltávolították, most megint valami kiújult, megint egy csomó, a műtétig várni kell, és egy tudományos teszt alanyává tettem most a hölgyet, mert a cigiről gyorsan leszokott. De azt mondtad, hogy hangszál gyulladása van. Hát igen, azért hangszál gyulladás, mert van rajta megint egy csomó. És akkor most beszereztünk neki egy ilyen, az a lényeg, hogy fehér legyen, hogy jól menjen az iPhone-omhoz készletet, és hozzá úgy gondoltam, hogy véghez visszük az első hazai élő emberes tesztet, és akkor kipróbáljuk, hogy mit művel az ő hangszálával a gyulladt csomós hangszállal. Nem, tehát nem hiszek én abban, hogy meg fogja szüntetni, és mostantól 200 évig fog élni, de hogy az tehát állapot... Akkor ez egy elhúzódó állapot, ha jól nem, gondolod, mert ugye ez megszűnt, és aztán most újra elkezdődött. Jó, de hát kiújult. Valószínűleg hétfőig nem fog magát. Ja, persze, nem fog. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy tapasztal-e majd valamit. Valami pozitív igen, hatást. Igen, az neked lenne a legnagyobb deal egyébként. Ez itt a hát igen, de meg a kamillának. Tehát. És erről jut eszembe, off is leszek, meg az adás időnk is letelt, de azt még meg kell jegyezni, két dolog. Az egyik, voltak jó ötletei a seggízőnek, írt a kommentbe, hogy jó lenne boncolgatni a Watta Rayon üvegszál Ecovool témát, én még hozzátenném a japán vattát is, ezt egy későbbi adásban kivesézzük. A másik pedig, mi lett volna a másik pedig? Na szerintetek? Nem tudjuk. Én sem, mert elfelejtettem. Amerikai bomber jacket. Nem. Ja, igen, várjál, hogy mi a helyzet... Idáig eljutottam. Erősen gondolkozom. Jaj.
Na, mi volt az? Baszki. Kiment az agyamból. Hát, ami nincs, abból nem tud kimenni, Charlie. Majd az új provari. Holnap megjön az ifjú. Igen. Kérdezd meg a provaridat. Igen, és majd kiírja a választ mindenre, az lesz, hogy 42. 42. Nem, valami eszembe jutott, amire nem jött válasz nekünk ideig, de nem a BKV volt. Ja, igen, a Nőklapja Café. Semmi hír? Semmi. Meg kéne semmi. Kérdezni, szerintem, majd Humbalt. Szerintem... Mert augusztus vége felé járunk már, és augusztus... Igen, de mondat. Lehet, hogy nem ment át a szerkesztőségen, tehát tudod, ez azért ilyenkor eléggé... Tehát nem rajta múlik. Gyakorlatilag. Na jó, minden esetre lehet, hogy én majd megkérdezem, hát ha annyi nem kerül semmibe. Viszont ki kéne találnunk a mai adáshoz egy címet. Amit nem találtunk ki előre. Sose találjuk ki előre, ne mondjad. Mi legyen? Én javasolnám az eredeti amerikai bombázós. Senki. Kifordított bomber Jackie. Nem bomber, az bombázós Jackie volt. Kifordított bombázós Jackie. Remek. Akkor Jackie Chan. Ez lesz az adás címünk, kifordított bombázós Jackie. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Élmény volt. Sziasztok! Sziasztok!